Borg, Máté Kriszta, 48, és Bárdos András, 54, joggal lehet büszke fekete öves fiúkra, Ádámra, 14, aki Dániában a Karate Európa bajnokságon ezüstérmet nyert. Bárdos szerénykedve mesél fia teljesítményéről, pedig a Magyar Karate Szövetség hivatalos oldala azt írja, sporttörténelmet írt az ifjú tehetség, de nem csak a versenyzőnek, hanem edzőjének, Zalle Lászlónak is gratuláltak. Fiunk a jó eredmény ellenére pontosan tudja, hogy az út elején tart, még rengeteget kell tanulnia, mondta a vasárnapi Bléknek Bárdos, aki rendkívül büszke fiára. Tíz éve karatézik, 4 éves ovisként kezdte, azóta tanulja, és remélem, még sok évtizeden át teheti. Az eredményei is nagyon fontosak, de a tanulás még inkább. A karate nem csak sport, hanem világlátás is. Minden egyes mozdulatban a többiek tisztelete fejeződik ki. Sokan azt gondolják, verekedés, pedig önfegyelemről, tiszteletről szól, magyarázta az apuka, aki már régen megszokta, hogy fia miatt 2-3 hetente felpakolnak, és családos túlutaznak a nagyvilágban. Jártak már Ádámmal többek között Svédországban, Japánban, Olaszországban és most Dániában is. Igyekszünk mindig elkísérni, bár már az edzőjével elboldogul egyedül is. Szeretünk ott lenni, a lelátóról drukkolni neki. Az ebén most a szokásosnál is jobban izgultam, nem voltam teljesen magamnál, vallotta be Bárdos, aki általában elmélyülten figyel, nem buzdítja fiát hangosan, belül viszont kalapál a szíve. Nálunk Kriszta a heves drukker, ő anyatigrisként képes szurkolni, árulta el Bárdos. Lányuk is versenyez, a Bárdos családban mástól is várhatóak szép eredmények a jövőben, hiszen bátyjához hasonlóan a házas pár kislánya, Anna, 11, is karatézik, de ő kora miatt ilyen nagy versenyeken még nem indul. Két éve viszont szerepelt édesanyja kisfilmjében, a tabu témákat feszegető anyamonológok című alkotásban.